Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. 10 napi rendi pontról döntöttek. Képviselő testületi ülés. A Dombóvári civil tanács 3 éves mandátuma lejárt, titkos szavazással döntöttek. 3 éve alakult a sportszövetség, folyamatos fejlődés tapasztalható. 5 órai tea, beszélgetés Balaskó Jánossal. Március 27-én tartották a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülést. A megvitatott napirenden lévő pontok mindegyikében sikeres döntést hoztak. Reggel 9-kor ültek össze Dombóváron a képviselőtestület tagjai, és 10 napirendi pontot tárgyaltak, melyből egy zárt ajtók mögött zajlott. A közétkeztetéssel, szociális ellátással és bölcsődei ellátással kapcsolatos beszámolókat elfogadták. Megállapítottunk új díjtételeket néhány térítési díj tekintetében, de azt gondolom, hogy nagyon szerény mértékű emelésekkel éltünk, illetve legtöbb esetben csak amit a szolgáltató felénk előirányzott, azt hárítottuk tovább, és mondjuk egy szociális étkeztetés tekintetében ez 200 forintot jelent egy adag esetében, ami azt gondolom, hogy mindenki számára még megfizetetésre elérhető kategóriába került. Nagyon fontos, hogy elfogadtuk a közbeszerzési tervünket, ebben 15 tétel került, és nyilván ezek közül is kiemelték az a 13 topos projekt, amelynek a megvalósításáról már döntöttünk, és nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban a pályázatok támogatói döntés megérését követően a beszerzési eljárásokat is meg tudjuk kezdeni. Mérföldkőhöz érkeztek, melyet már 2 éve görgetnek maguk előtt, mondta el nekünk Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Szomszédban lévő zeneiskola épületét szerettük volna felújítani, de a lejáró ciklusra való tekintettel egyedi kormányzati döntésben már kiegészítő támogatást 23-ban nem kaptunk, ezért a megyei ITP nyújtott arra lehetőséget, hogy egy 400 millió forintos elkülönített keretre tudunk pályázatot benyújtani. Ennek ez a pályázatnak a benyújtatási határideje legkésőbb április 30. Ez egy nagyon jó előkészített műszaki tartalommal megtöltött anyag, és ami nagyon fontos és rövidíti adott esetben a kivitelezés időszakát is, hogy a közbeszerzési eljárás már zajlott, és egy feltételes módú vállalkozó kiválasztása meg is történt. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az idejében ez a beruházás végre sok a körömére el fog készülni. A 2000 sportolóval rendelkező városban tudják, hogy a mozgás mennyire fontos, így komoly hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére is. Örömteli volt az a napirendi pont, amikor az ifjúsági sportolóink ösztöndíjazásáról tudtunk dönteni. Költségvetésünkben már februárban ezzel fedezetet biztosítottuk, kiírtuk a pályázatot, és a sporttanácsot megkértük, hogy működjön közelnek az elbírálásában. 41 fiatal részesül az idén ösztöndíjban, 21 Buzánszky Jenőben, 20 pedig Mándi Imre ösztöndíjban részesülhet. Szavazással döntöttek arról, hogy ki képviseljék a következő ciklusban a dombovári civileket. Idén március 31-én zárult le a civil tanács 3 éves ciklusa. A szövetség tagjai titkos szavazással döntöttek arról, hogy kik képviseljék az elkövetkezendő 3 esztendőben az 5 tagú tanácsban a Dombováron működő egyesületeket. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a civil tanács egy összekötő kapocs Dombovárváros önkormányzata, illetve a városunkban tevékenykedő 49 egyesület között. Az elmúlt 3 évet összegezve talán nem lenne elég a műsoridő, hiszen annyi esemény történt, azért jól mutatja, hogy milyen aktívak a Dombováron működő civil szervezetek, hiszen számtalan önálló programot alkottak, szerveztek, illetve szinte majdnem minden önkormányzati rendezvényhez közvetetten vagy közvetlenül kapcsolódtak. Kiemelten fontos volt a 2023-as év, illetve a 24-es, hiszen számtalan jubiláló egyesület ünnepelte fennállásának 25., 20., illetve 30. évét. Ehhez kapcsolódóan például a Szívklub Egyesületnek volt itt egy országos szív egyesület találkozója közel 400 fővel. Ugye ez is jól mutatja, hogy nem csak helyi szinten, lokálisan aktívak a civil egyesületek, hanem országos szinten is kapcsolódnak társ egyesületekhez. Nagyon fontos
fontos megemlítenem, hogy Dombóvárváros önkormányzata milyen mértékben tartja fontosnak az egyesületek működését, hiszen az 5 éves ciklus alatt közel több mint a duplájára növelte a civil támogatási összeget. 2024-es évben 7 millió forinttal tudnak gazdálkodni a civil egyesületek. Városunkban a civil tanács tesz javaslatot a civil keret felosztására, melyet természetesen Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete dönt el. Minden egyesület közel azt az összeget kapta az idei évben, melyre igény nyújtott be. Természetesen kisebb-nagyobb korrigálásokra szükség volt. A következő 3 esztendőben további célunk, hogy a városban ténykedő egyesületek szinergiáját erősítsük, illetve fönntartsuk ezt a magas színvonalú együttműködést az önkormányzattal, illetve egyesületek között, amelyek az elmúlt 3 évben voltak. A városban működő 49 egyesület és az önkormányzat között a civil tanács az összekötő kapocs, ami munkahatékonysága egyértelmű fejlődést mutat. Jó kezekben van Dombóváron a sportélet. Minden tekintetben fejlődés tapasztalható az elmúlt 3 évben. A sport mindenek felett. A valamivel több mint 17 ezer fős településen 2000-en folytatnak valamilyen testmozgást. Ez is árulkodik arról, hogy a sport mennyire fontos a dombóváriaknak. A cél, amellyel létrehozták a szervezetünket, lényegében az volt, hogy a város sporttal kapcsolatos mindenféle ügyes-bajos dolgaival kapcsolatba mi ezekben a döntés előkészítési folyamatokban részt vegyünk, és ezekhez a folyamatokhoz, ezekhez az esetleges későbbi döntésekhez javaslatot tudjunk tenni. A 3 évben ilyen rendszeresen ismétlődő javaslatunk volt, hogy január végéig mindig meg kellett határoznunk, hogy hogy látjuk, hogy az ifjúságiak kategóriájából kik lennének azok a legalkalmasabb 1-2, maximum 3 fő, aki Buzánszky Jenő díjat kapjon. Ezt ugye a város napján áprilisban adják át az egyéb városi kitüntetésekkel együtt. Aztán február végéig olyan feladatunk volt, hogy a sportkeretet a rendelkezésünkre bocsátották, és erre kellett egy felosztási javaslatot tennünk. Május hónapban pedig koordinációs szerepünk van a kihívás napjával kapcsolatosan, aztán a nyári szünetet követően szintén ilyen szervezési koordinációs szerepünk van a városi sportágválasztóval kapcsolatosan. Itt ugye 5 helyi óvoda, 4 általános iskola, 3 középiskola, illetőleg gimnáziumnak közel szintén 2000 tagja az, aki meg szokott jelenni itt a sportágválasztó kapcsán szeptember közepén, és hát nem csak bemutatkoznak a sportágak, hanem szellemi vetélkedő van, sorverseny van, mindenféle mozgásos dolgokat találunk ki, és hát évvégén decemberben pedig van szintén az ifjúsági sportolók, a tanulók számára egy lehetőség, hogy a Dombóvárváros elismerő oklevelét kapják meg. Az elmúlt 3 évben, amikor ugye indultunk, ugye ez egy óriási bizalmat jelent a város részéről, hogy kikérik a véleményünket, és ha már bizalmat szavaztak nekünk, akkor mi mindig is élni szoktunk ezzel a lehetőséggel, és hát büszkén mondhatom és dicsekedhetem, hogy bármilyen javaslatot tettünk, bármilyen kategóriába, azt mindig elfogadta a város, tehát 100%-ban számítottak ránk, és ez a dolog ez egyre jobban beindult. Úgyhogy köszönjük a város vezetésének ezt a bizalmat, ami az elmúlt 3 évben érezhető volt, és hát egyúttal szeretném, ha már köszönetről van szó, megköszönni a Dombóvári Sportegyesületek illetékeseinek a támogatását is, amit az elmúlt 3 évben irányunkban biztosítottak. Tehát összességében az elmúlt 3 év alatt elmondhatjuk, hogy az ifjúsági sportolók kaptak kitüntetést, a legkiválóbbak, és az elmúlt 3 évben 3 díszpolgári címet is tudtunk sporttal kapcsolatban kezdeményezni 3 olyan nagy ikonnak, hogy ezeket a szavakat használjam, mint amilyen az atlétikával kapcsolatosan Tar Imre, Fazekas Gáspár, vagy pedig az Apáci iskola kiváló pedagógusa és edzője Miszlai József volt, és hát nem csak az erkölcsi elismerések javaslatánál vették figyelembe azt, amit mondtunk, hanem az anyagi dolgok vonatkozásában is. A 3 évnek még az érdeme volt az, hogy ugye korábban éveken keresztül a legjobb sportolók kaptak éves szinten sport ösztöndíjat, ezt Buzánszky Jenő ösztöndíjnak hívták, ez azt jelentette, hogy a
az illetékes tanuló sportolók negyedévente 25 ezer forintot, éves szinten 100 ezer forintot kaptak. Ehhez válogatott tagság kellett, sok minden más mellett. Az idei évben a kezdeményezésünkre Dombóvár város vezetése rábólintott arra, hogy ezt az összeget 100 ezerről 120 ezerre tudjuk emelni, tehát 20%-ot tudtunk az ösztöndíjakon emelni, és próbáltuk azt is orvosolni, hogy ne csak azokat a bizonyos kiemelt sportágakban sportolókat próbáljuk ösztöndíjjal jutalmazni, akik válogatott tagsággal rendelkeznek, ezért létrehoztuk az idei évben, illetőleg kezdeményeztük, és a város ebbe is partner volt, egy olyan ösztöndíjat a Buzánszky Jenő ösztöndíj mellett, aminek a neve Mándi Imre ösztöndíj. A Mándi Imre ösztöndíjhoz lényegében nem kell válogatott tagság, elég, hogyha az egyesületnek a legjobbjai, a példaképei, akit javasolnak az egyesületeknél, mert a legkisebb egyesületbe is lehet példakép, azeknek a jutalmazásáról is tudunk eztán majd beszélni. Ennek a jutalmazási összege, ez mindig fele a Buzánszky Jenő ösztöndíjnak, tehát ők 60 ezer forintot kapnak. Csak úgy zárójelben említem, hogy Mándi Imre az a tragikus sorsú dombovári ökölvívó, aki az első olimpikonja volt a településünknek, 1936-ban Berlinben volt ökölvívó, 5. helyezett, 37-ben ezüstérmes lett Milánóba, és hát a származására való tekintettel később koncentrációs táborba került, és ott is halt meg 29 évesen, tehát az ő emlékének próbálnánk így egy kis megemlékezést az ösztöndíjon keresztül biztosítani. Lényegében ugyanazok a személyek, akik az elmúlt 3 évben képviselték ezeket a dolgokat, ugyanazok a személyek akarják ezt a munkát folytatni, és hát ehhez várjuk továbbra is a segítségét mindenkinek, a városnak, a sportszeretőknek. Hajrá, Dombovár! Idén május 4-én fog kezdődni a Buzánszky Jenő emlékév, mely a dombovári ikon 100. születésnapjának állít emléket, ami 2025. május 4-én lesz. Ebből az alkalomból sok izgalmas programot fognak rendezni az elkövetkezendő egy évben. Balaskó János beszélt életéről, sikereiről, kudarcairól a Művelődési Házban az 5 órai tea legutóbbi alkalmán. A terem dombovári szokáshoz híven ismét teljesen megtelt, ami nem csoda, hiszen a városban szinte senkinek sem ismeretlen Balaskó János neve, élete és sikerei mind Dombovárhoz kötik. 1990-ben vette át Dombováron a helyi fúvószenekar irányítását. Azt nem csak életben tartotta, hanem új lendületet is sikerült adnia, hiszen 17 évvel később egyesületi formába szervezte át. Érdekes módon mondjuk egy munkahelyen dolgoztam, 41 éve dolgozom egy munkahelyen, de nagyon sok változatos munkát végeztem, és nagyon nagy örömöm volt, amikor megalakítottuk a Dombovári Zenész Egyesületet, és számtalan szereplés, fellépés van a hátunk mögött, bejártuk az egész Dunántúlt, rengeteg városban, kis településen szerepeltünk. Azon kívül sok mindent csinálok a városban, bohóc műsorom van, előadásokat tartok gyerekeknek, sok mindenben részt veszek. Az óvodai életemről csak annyit szeretnék, hogy nem sok mindenre emlékszem, de arra nagyon, hogy a legjobb játékunk, a legjobb helyünk az nem bent a szobában volt, hanem amikor kijött a tavasz, és a széntárolóból elfogyott a szén, hát abban lehetett a legjobbat játszani. Hát oda elvonultunk, és az volt a titkos bázisunk, erre a fekete falra nagyon emlékszem a mai napig is. A rendezvényt iskolai Varga betűinek kifejtésével kezdte, arról beszélt, hogyan szerzett hozzá nem igazán élő szakmát szülei kérésének engedelmeskedve, majd arról, hogyan győzedelmeskedett végül a szív az ész felett, s vált mégis zenésszé. A Zenész Egyesület azért jött létre, hogy a zeneiskolát befejezett fiatalok is csatlakozhassanak a muzsikáló csapathoz, hiszen akik tanulnak zenét, ha is leteszik a hangszert, nagyon nehéz őket visszacsábítani, és szeretnénk, hogyha jönnének. Egy darabig ez ugye nagyon jól is működött, most aztán újra megjelentek a fiatalok, hála Isten. Próbálunk egy csapatot összehozni, ez egy fúvós zenekar, egyébként ugye nekünk nem kell áram, nem kell semmit, tehát falunapokon és szerepléseken kiválóan tudunk muzsikálni, bármilyen, igazából mi már minden helyen muzsikáltunk, ahol lehet. A Zenész Egyesület egyértelműen Balaskó János életének egyik nagy csomópontja, igazán büszkén beszél róla. Évente olyan 50-60 szereplést valósítunk meg,
és többször voltunk külföldön, Németországban több mint 10 alkalommal, Horvátországban, Romániában. Balaskó János nemrégiben kapta meg a dr. Keller József díjat azért, mert az elmúlt negyed században sokat tett, hogy a hazai és környékbeli sváb zenét népszerűsítse. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látták. Viszontlátásra!